Ez a Pannon Televízió esti híradója, köszöntöm a nézőket, Friedrich Gertrud vagyok. Szeptember 8-a van, a Máriák és az Adriennek ünneplik névnapjukat. Műsorunk elején lássuk, melyek a nap legfontosabb hírei, először csak címszavakban. Elhunyt II. Erzsébet angol királynő. Kisboldogasszony, azaz Szűz Mária születésének ünnepe van, ma tartották a doroszlói búcsút. Első szerbiai látogatására érkezik holnap Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke. A következő fürdőidény kezdetéig befejeződhet a Palicsi Wellness Központ kiépítése. Láma bébi született a Topolyai Mezőgazdasági Iskola és Diákotthon tangazdaságán. Elhunyt II. Erzsébet királynő, az Egyesült Királyság uralkodója. Helyi idő szerint 7:30 jelentette a Buckingham Palota, hogy 96 éves korában békésen elhunyt II. Erzsébet királynő Balmori rezidenciáján. Az Egyesült Királyság uralkodója 70 éven át ült a trónon. 25 éves korában 1952-es koronázását 20 millió ember követte figyelemmel. 73 éven keresztül volt Fülöp edinburghi herceg felesége egészen a herceg 2021-es haláláig. II. Erzsébet uralma alatt 15 miniszterelnököt iktatott be. A korona az öröklési sorrendben 1948-ban született fiára száll, Károly walesi hercegre. Történészek a brit monarchia 1000 éves történetének legjelentősebb uralkodójának tartják II. Erzsébetet, aki megbecsülésnek örvendett otthon és nemzetközi szinten is. Kötelesség, tudat, méltóság, tisztesség, így jellemzik II. Erzsébet királynőt. További részletek holnapi híradásainkban. Ma van Kisboldogasszony, azaz Szűz Mária születésének ünnepe. A doroszlói Szentkúton keresztúti ájtatossággal és püspöki nagymisével ünnepeltek, amelyet Böcskei László nagyváradi megyés püspök celebrált. Ilyenkor együtt vagyunk imáinkban mindazokkal, akik ezen a napon felkeresik a Mária kegyhelyeket azért, hogy köszöntsék égi édesanyánkat, hangzott el az eseményen. A zarándoklat egyrészt a Mária iránti ragaszkodás és tisztelet kifejezése, másrészt pedig Jézus követése is a keresztény hívő ember életében. Mária elvezet minket Jézushoz, ez a zarándoklat értelme, fogalmazott a Szent Misén Böcskei László, nagyváradi megyés püspök. Velünk az Isten, és erre emlékeztet, erre tanít bennünket a boldogságos Szűzanya. És éppen ezért a mai napon itt, ezen a szép zarándok helyen is megállunk egy kicsit, figyelünk rá, és meríteni akarunk a kegyelem forrásából azért, hogy megerősödve és felbátorodva tudjunk tovább menni egy olyan világban, amely egyre inkább sötétebb lesz, amelyben nem a béke, az elfogadás, a szeretet, az együtt élés tapasztalható meg, hanem mindezeknek az ellenkezője. Én igen nagy védkem. Imáinkba egyesülve együtt köszöntjük a boldogságos Szűz Máriát, aki a megajándékozottság képe számunkra, a modern világ bűnözönében a szabadulás hírnöke, mutatott rá Böcskei László. Sötétség van a világban, de a legnagyobb baj az, hogy a lelkekben is. Takarékoskodni kell, spórolni kell az energiával, mert kiüresedtünk, a világ kiüresedett, tette hozzá. Milyen szép lenne, ha ezen a napon, amikor mindenki Máriát köszönti, megállnánk is, egy kicsit foglalkoznánk azzal, hogy hol van az igazi tartalék. Fel tudjuk fedezni azt, hogy Mária az a energia fejlesztő, az a generátor lehet, ami számunkra, aki megmenti a világot. Hogyan sokszor megtette eddig. Mennyire jó volna, ha meg tudnánk állni, meg tudnának a nagy hatalmak állni egy kicsit, hogy
megkeressék ezt az energiaforrást, a fényforrást, Máriát. Verebélyi Árpád, a doroszlói kegyhely igazgatója köszönetet mondott a híveknek, hogy egy kicsit el tudtak szakadni a mindennapi gondoktól, problémáktól, és részt tudtak venni ezen a szép ünnepen. A mi délvidéki hívő magyarságunk a mai napon a boldogságos szűzanya szentélyébe, kegyhelyére érkezett, hogy a mai napon felköszöntse égi édesanyját. Mindannyian a szűzanya szeretetébe helyeztük magunkat ezen a két napon, a tegnapi napon, a mai napon. És nagy-nagy öröm számunkra az, hogy délvidék népe ma is itt tudott lenni, a nehézségek, a problémák ellenére is, mégis eljött az ő mennyei édesanyjának születésnapi ünnepére, köszöntésére. Köszönöm, hogy együtt vagyunk. A Szent Mise után megtartották az oltári szentségi körmenetet. Az ünnepet népviseletbe öltözött hívek tették még emelkedettebbé. Hálát adunk a természet és kegyelem minden jó téteményéért. A doroszlói búcsú nagymiséjét a Pannon Televízió élőben közvetítette. A misét 20 órai híradónk után ismét műsorra tűzzük. Idén is több ezer hívő érkezett a doroszlói Szentkúthoz, Vajdaság szinte minden pontjáról, de külföldről is zarándokoltak. Voltak, akik gyalog, autóbusszal, családdal, társasággal érkeztek a helyszínre. A testi és lelki feltöltődés érdekében, valamint a szeretteikért imádkoztak a hívek. Idősek és fiatalok egyaránt érkeztek a Szentkúthoz. Sokan palackokba töltötték a vizet, mások mosakodtak a kútból. A hívők a megnyugvás, a testi és lelki feltöltődés érdekében látogattak el ide. Adáról autóbusszal például 90-en zarándokoltak a kegyhelyhez. Még nyugvást. Olyan, mikor hazamész, akkor a nyugodt vagy. Valami lelki támasz. Lelki. Igen. Eredménybe. Ilyenkor mindig gondolunk a saját halottainkra, és itt imádkozunk, értünk, gyertyát gyújtunk, és ez mindig egy nagyon szép gondolat, meg emlékezés. A kishegyesi Janó Katalin második éve látogatja a doroszlói Szentkutat. Nagyon szép hely, és a Szentmise nagyon szép, és mindenkinek ajánlom, aki még nem volt itt, hogy jöjjön és látogassa meg, mert tényleg az ember föltöltődik, és jó esőért is itt lenni. Évszázadok bizonyítják, hogy van valami ezen a helyen, ami békét, nyugalmat ad, mondta az eseményen Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. Zűrzavaros, háborús világunkban, ha valahol biztonságot, megnyugvást találunk, akkor az nagyon fontos hely. A doroszlói Szentkút egy ilyen szent hely, ahol az ember megtalálja azt a békét, azt a nyugalmat, amelyből utána egész éven átépítkezhet. Az ünnepi püspöki nagymisén egyebek mellett jelen volt Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke is. Azt látjuk, hogy meg is újult a környezete a Szentkútnak. Lehetőséget teremt arra, hogy emberhez méltóbb módon lehessen itt tartózkodni, és reményeim szerint arra is lehetőséget nyújtanak ezek az épületek, hogy egész évben működjön ez a kegyhely. Hölvényi György, a Magyarországi Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke, EP képviselő először járt a doroszlói Szentkútnál. Doroszlóról hallottam magáról, a Szentkútról, mint búcsújárójáról, de egész más itt lenni. Nagyon örülök, hogy eljöttem, és igazából tényleg ez az együttlét. Tehát ez volt itt, ami azt hiszem, hogy nagyon fontos volt. Az ünnepi Szentmise és körmenet mellett kirakodóvásárt is szerveztek a doroszlóra látogatóknak. Elkezdődött a jubileumi 70. kanizsai írótábor. A tábor egyik fő célja, hogy összehozza az alkotókat, hiszen kevés alkalom van az ilyen jellegű találkozásokra. Az elkövetkező napokra is tartalmas programokkal készültek a szervezők.
A megemlékezés a helyi népkertben kezdődött, az írótábor emlékműnél, ahol megkoszorúzták azt. Ezt követően pedig átvonultak a Dobókonc szoborhoz, ahol a szervezőbizottság elnöke, Berebes Ernő hivatalosan is megnyitotta a 70. kanizsai írótábort. A maga fontosságát bizonyítja szerintem ez a 70 év, és egy olyan igényt, ami valamiféle szellemi összetartozást próbált megszülni. Nyilván ennek teljesen más volt a konnotációja az 50-es évek elején, és más most. A lényege lehet, hogy nem változott, viszont a körülmények igen. Az írótábor részeként egy kiállítás megnyitóra is sor került, mégpedig Mezei Erzsébet Itt jártam van című kiállítása kapott helyet a Dobó-Tihamér képtárban. Festmények és szobrok is kiállításra kerültek. Hát összhangban vannak mindenképpen, mert hogy ez egy ciklus, ami a pályázat anyagát képezte, és technikailag is, meg tartalmilag is testvérek, hogy így mondjam. Ennek, ami most épp itt látszik, ez a sorozat fönt két év anyagából tevődik össze. A kiállítás után pedig Fehér Ferencről, Fehér Kálmárról és Csé Simon Istvánról emlékeztek meg egy kerekasztal beszélgetés keretében. Első szerbiai látogatására érkezik pénteken Novák Katalin Magyarország köztársasági elnöke. Délelőtt 10 órakor Alekszandar Vučić szerb államfő ünnepélyesen fogadja magyar hivatali kollégáját a Szerbia palota előtt, majd négy szemközti tárgyalást folytatnak a felek. Az előzetes bejelentések szerint 10 óra 45 perckor a szerb és a magyar küldöttség plenáris ülésen vesz részt, majd sajtótájékoztatót tartanak az államfők. A sajtótájékoztatót a tervek szerint 11 óra 45 perctől a Pannon televízió is élőben közvetíti. A nyilatkozatok után Ana Brnabić szerb kormányfő is tárgyal a magyar köztársasági elnökkel a Szerbia palotában. Novák Katalint a köztársasági képviselőházban fogadja Vladimir Orlić házelnök is. A magyar államfő Szabadkára is ellátogat, ahol részt vesz a magyar tannyelvű tanítóképzőkar felújított épületének ünnepélyes átadásán. Ezt az eseményt a tervek szerint a Pannon televízióban élőben követhetik majd. A koszovói albánok fű alatt el akarják foglalni a tartomány északi részét, fogalmazott Alekszandar Vučić. A szerb elnök Pozsarevácon egy gyár megnyitón arról beszélt, hogy rossz hírek érkeznek Koszovóból, ahol az albánok az európai nagyhatalmak és a kvinta országok támogatásával csendesen át akarják venni az irányítást és meg akarják szállni Észak-Koszovót. Vučić arról beszélt, hogy a pristinai belügyminiszter tájékoztatása szerint teljes mértékben ellenőrzik a gazivodatavat. A szerb elnök hozzátette, brüsszeli megállapodást sértené, ha nem lennének az északi területeket felügyelő rendőri szerveknek szerb tagjai. Ez azonban nem érdekli az albánokat, tette hozzá. Brüsszel segítségére sem számíthatnak a szerbek, mivel Vučić szerint egy gond megoldása után elégedettek az eredményekkel. Összehívta a szerb nemzetbiztonsági tanács ülését szombatra a szerb köztársasági elnök. Alekszandar Vučić reggel 8 órára hívta össze az ülést, amelyen az előzetes várakozások szerint Koszovóról lesz szó, továbbá más biztonságpolitikai kihívásokról. Emellett sajtóhírek szerint a résztvevők egyeztetnek majd az energiaválságról, valamint a télre való felkészülésről is. A következő fürdőidény kezdetéig befejeződhet a Palicsi Wellness Központ kiépítése, ugyanis a köztársasági költségvetésből is biztosítanak anyagi támogatást a munkálatok befejezésére. Emellett tartományi támogatásnak köszönhetően a Palicsi Üdülőközpont területét is rendezik. Ülésezett Szabadkaváros képviselőtestülete. 230 millió dinár, ennyit biztosít Szerbia a költségvetéséből a Palicsi Aquapark építési munkálatainak folytatására. Ehhez társul Szabadka város 112 milliós támogatása is. A munkálatok teljes befejezéséhez ehhez még további 500 millió dinárra lesz szükség. A VKT ülésén a fürdő kiépítésének elhúzódása vitát váltott ki. Szabadka polgári mozgalma sérelmezi, hogy 4 éve épül és még nem kész. Angažovana je i budžetska inspekcija koja je konstatovala određene stvari i taj izveštaj budžetske inspekcije je prosleđen građevinskom inspektoru grada Subotice. Pokret građanske Subotice smatra da je to prosleđivanje građevinskom inspektoru Subotice pokazuje da se tu desio neki politički dil, da se uđe u mirne vode, da se ne talasa šta se desilo u prethodnom periodu.
Stevan Bakić, Szabadka polgármestere elmondta, számos tényező hátráltatta az építkezést. Na žalost, kada je krenulo sa izgradnjom tog projekta, znači akvaparka i spa i wellness centra, to je bila odlična zamisao. Međutim, imamo 2020. pandemiju COVID-19, imamo ekonomsku krizu, početak ekonomske krize, kada je građevinski materijal i mnogi drugi materijali otišli u nebesa po nekoliko puta. Došlo je na kraj i do energetske krize, kao i što imamo i sad i ratnu situaciju na teritoriji evropskog kontinenta. Sve se ono poklopilo kako ne treba. A Vajdasági Magyar Szövetség önkormányzati frakció vezetője azt nyilatkozta, hogy az elsődleges számítások szerint kevesebb összegbe került volna a fürdő kiépítése, valamint az építési időszak is rövidebb időre volt előlátva, azonban a munkálatok során hiányosságokat vettek észre a projekt dokumentációban, az előzetes számítások nem voltak megfelelőek. Amikor a park Palics élére új vezetőség került, Dencs Valéria igazgatónő vezetésével, átgondolták, átnézték, áttekintették a projektumokat, és azokban megtették a szükséges módosításokat, utána elvégezték a projekt befejezésére szükséges előszámításokat, megállapították, hogy ez a beruházás befejeződjön, ahhoz még 800 millió dinárra van szükség, és amint ezek az eszközök rendelkezésre állnak, akkor kevesebb, mint egy éven belül teljes egészében realizálni tudják ezt a kapitális projektet. Az ülésen elhangzott, hogy a Palicsi üdülőközpont területét is rendezik. Ennek értelmében rendezni kell a vagyonjogi viszonyokat, valamint az illegálisan épített és romos állapotban lévő épületeket lebontják majd. A terület rendezésére a tartomány 36,5 millió dinárt biztosít. Az önkormányzati képviselők más témákban is szavaztak, például Szabadka város energiahatékonysági programjáról, amely most nem a magánépületekre, hanem a közvállalatokra és intézményekre vonatkozik. Célja az energiatakarékoskodás. Nem drágul a gáz az év végéig, és lesz is belőle elegendő, ezt nyilatkozta Dusan Bajatovics. A szerbiai gázművek vezérigazgatója elmondta, a jelenleg raktáron lévő gázt már kifizette az állam, a lakosok és a vállalkozások pedig pillanatnyilag 6-9-szer kevesebbért kapják, mint amennyiért kapniuk kellene. Bajatovics szerint Szerbia körülbelül elegendő mennyiséggel rendelkezik, tehát nem lesz szükség semmiféle szigorításokra. Hozzátette, a lakosok olyan áron kapják majd a gáz és a villanyáramot is, amit mindannyian ki tudnak fizetni. Véleménye szerint új évig nem lesz szükség a gáz ár emelésre, viszont ez attól is függ, hogy az állam mennyi pénzt tud elkülöníteni a szerbiai gázművek számára. Nézzük a híradó további témáit. Lesz idén pálinka, ráadásul minőségi, mondják az észak-bácskai pálinka készítők. Változékony időjárás várható a hétvégén, napsütés és záporok váltogatják majd egymást. A magyar kormány 25%-os gázfelhasználás csökkentést írt elő az állami szerveknél és az állami tulajdonú gazdasági társaságoknál, jelentette be a magyar miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a kormányinfón. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, a kormány magán kezdi a takarékoskodást, amely azonban nem érinti a kórházakat és a bentlakásos szociális intézményeket. A miniszter értékelése szerint egész Európában rendkívül nehéz az energiaellátási helyzet, és az energiaárak emelkedése miatt gazdasági válsághelyzet alakult ki. Egyértelmű, hogy a szankciós politika nem váltotta be a reményeket, mondta. Magyarországon nem lesz energiahiány, és ez nem jóslat, hanem ténybejelentés, mondta Orbán Viktor magyar miniszterelnök Budapesten. A Bosch Budapest Innovációs Campus átadásán tartott beszédében a kormányfő kiemelte, Magyarországon lesz gáz és lesz elég villany is, vagyis energiahiány miatt nem kell leállítani és bezárni egyetlen gyárat sem. Lesz elég energia mindenkinek, és aki itt befektetni, termelni akar,
az ide jöhet és befektethet, jelentette ki a magyar miniszterelnök. Hangsúlyozta továbbá, hogy a stratégiai célok között kiemelt helyen szerepel, hogy Magyarország Európa egyik leginnovatívabb gazdasága legyen. Így azokat a programokat és fejlesztéseket, amelyek ebbe az irányba viszik a magyar gazdaságot, folytatni és erősíteni fogják. Anthony Blinken, az Egyesült Államok külügyminisztere Kijevben bejelentette, hogy Washington több mint 2 milliárd dollár értékben nyújt katonai segítséget Ukrajnának és 18 másik európai országnak. Blinken tájékoztatta az ukrán elnököt, hogy engedélyezték a 20. fegyver és felszerelés csomagot Ukrajnának, amelynek értéke 675 millió dollár. Az amerikai külügyminiszter elmondta, tájékoztatták az amerikai kongresszust azon szándékukról, hogy további 2,2 milliárd dollárt kívánnak hosszú távú külső katonai finanszírozásra fordítani Ukrajna és 18 szomszédja biztonságának megerősítésére. A mai bejelentés után az Ukrajnának nyújtott amerikai katonai segélyek összege körülbelül 15,2 milliárd dollár a Biden adminisztráció hivatalba lépése óta. Áll Blinken közleményében, amelyet az ukrán elnökkel folytatott megbeszélése után adott ki. Ukrán hírügynökségi jelentések szerint Zelenszky a megbeszélés után kijelentette, hogy az amerikai külügyminiszter küldöttségének látogatása fontos jelzés és garancia arra, hogy Ukrajna vissza tudja szerezni ideiglenesen megszállt területeit. Ideiglenes a tejhiány Szerbiában, nincs szükség tartalékok felhalmozására, jelentette ki Branislav Nedimović. A mezőgazdasági miniszter elmondta, Szerbiában a tej literenkénti ára 1 euró, míg a környező országokban ettől drágább 1,35, sőt az 1,7 eurót is elérheti. A tejfeldolgozó ipar pedig a nagyobb profitot kereste. Nedimović elmondta, Szerbiában idén a napraforgó esetében rekord termés várható, ez pedig jó hír. Hozzátette, az ország teljes területét tekintve nem mindenhol volt ugyanakkor az asszály mértéke, egyes helyeken megfelelő mennyiségű csapadék esett. A múzsiai rét termőföldben szegény, inkább jószágtartásra alkalmas. Első osztályú föld nincs, kizárólag gabonatermesztésből nem lehet megélni. Így sokan állattartással is foglalkoznak. Ők most a szárazság okozta rossz termés miatt ezen a télen rendkívül nehéz helyzetbe kerülnek. Újra kizöldelt a múzsiai rét, a gazdák ezt igyekeznek kihasználni. De nehéz lesz pótolni a 4 havi kimaradást, amikor a telneket a legelők helyett az ólakban tartották. A 35 dináros literenkénti tejpénzből pedig nem nagyon futotta az abrakra. Emiatt a tejhozam egyharmadára csökkent. Még egyszer lebírik a heréket kaszálni. Ez lesz a kis jövedelmünk. Na meg most az, ami maradt a kukoricánk silóra, amit lecsináltunk. A téli ablakra. Most amennyit kint legelnek, mert nem bírjuk iget forszírozni, mert a drága keveréke ötetünk, így csak a munka teljé nagy valamit, pénzdolgából. Azt így most kint legelgetnek, amit kapunk, kapunk. Nem sok tejet kapunk, 6-7 litert fejünk tűrlük ki, hát de úgy is ütessük őket. A télen nyilván sok állattenyésztőnél felmerül a túlélés kérdése. Báló Csaba 24 fejős tehenet tart, de csak 2 hónapi télire való takarmánnyal rendelkezik. Nyáron is jártak legelőre, tehát nem adtam nekik semmit sem, mert hogyha nyáron adom, nem marad télire. Úgyhogy minden, ami van, csak télire. Kukoricákból nem lett semmi se, úgyhogy a herék kiégtek, úgyhogy nagyon kevés. Úgyhogy majd meglássuk, hogy mi lesz ennek mindnek a vége, de jó nem lesz. Palatinusék 50 anyaállattal kezdték, jelenleg 200 württemberti juhuk van. Korábban teheneket tartottak. Elhasználtuk azt a kis takarmánt is, ami van, úgy gyűszűnyive adtuk nekik, hogy éppen, hogy megmaradjanak, mert tehát ahogy kinéztek tavaly a birkák, sajnos mostan rossz rájuk nézni, hogy milyen állapotban vannak, hogy mondjuk, hogyha odaadjuk nekik megönni az összes kukoricát is, ami nem termett, meg akkor még veszünk föl kölcsönt a bankba, ami már mindenki kölcsönökkel tele van, akkor tényleg, hogy becsukhassuk a bótot.
A Muzsér réten az év elejétől augusztus 15-ig négyzetméterenként 105 liter csapadék esett, ekkora szárazságra még a legidősebbek sem emlékeznek. Lesz idén pálinka, ráadásul minőségi, mondják az északbácskai pálinka készítők. Egyedül barackból lesz kevesebb, így biztosan borsos árat kell majd fizetni érte. A pálinka főzők szerint az idei gyümölcshozam szép és minőségi. Egyedül a barack volt az, amiből kevesebb termett idén, de a birsalma, a körte és a szilva kifogástalan állapotban volt. Száraz volt az év, és úgy több a cukortartalom, 13 benne volt. Úgyhogy szerintem csak jobb lesz még most, volt ez az kis eső is, úgyhogy aromatika is jobb lesz most, ami jönnek a fajták, alma, meg a bírsalma, meg a körték, szerintem ez az év jó lesz a pálinkának. A szakemberek szerint a finom érett gyümölcs a jó pálinka alapja, romlott, penészes termésből tilos cefrét készíteni. Én azt szoktam mondani, hogy az a jó pálinka, amit már az illat alapján meg tudunk állapítani, hogy milyen fajta. Erre 5 pontot szoktunk adni, hogyha minden rendben van. A harmadik szempont maga az íz. Ott is először a hibát keressük, hogy van-e valami utópárlat, előpárlat magában az ízben, ami érezhető. Ha nincs, akkor az 3 pont, és akkor megyünk a fajta jellegre, az, hogy na most ez való, ez most egy körte pálinka például, ugye, ennek ízben hozza-e azt, ami az elvárás, hogy valóban felismerjük, hogy ez egy gyönyörű vilmos körte, friss, intenzív, karakterisztikus. Az elmúlt évek tapasztalatai szerint egyébként Vajdaságban megéri pálinka főzéssel foglalkozni. Az idősebb generáció szerint a hosszú élet titka, ha minden reggel megiszünk egy kis pohár pálinkát. Itt nálunk már Vajdaságban nem csak a hagyományos alma, szilva vagy barasz pálinka mérvadó, de már előszeretettel készítenek málnából, szőlőből vagy mondjuk különböző erdei gyümölcsökből is pálinkát. Jelenleg a körte, barack, birsalma és bodza pálinka piaci értéke literenként 15 euró. A hagyományos almapálinka 5 euróba kerül, szilvát pedig már 10 euróért is lehet találni. A legmagasabb ára málna pálinkának van, ez ugyanis 20 euróba kerül literenként. Láma bébi született a Topolyai Mezőgazdasági Iskola és Diákotthon tangazdaságán. A 8 napos csöpség kislány és jó egészségnek örvend. A tangazdaságon számos érdekes állatfajjal ismerkedhetnek meg a diákok, de más látogatók számára is nyitott az intézmény. Túlesett első orvosi vizsgálatán a láma bébi. A tangazdaság állatorvosa felügyeletével a diákok is meghallgathatták a szívverését, majd visszaengedték anyukájához. Nagyon jó lehetőség, hogy született kisláma, mert nincs nagy esélyünkre, hogy lámákat vizsgáljunk. A szívét vizsgáltuk, a szívzörejét, és hogy tiszta a tüdeje, és minden rendben van a lámával. A tangazdaságon született kislámának egyelőre nem adtak nevet az itt dolgozók. A mezőgazdasági iskola közösségi oldalán egy szavazás keretében fogják elnevezni a picit. A láma bébi augusztus 30-án született, az anyukája a palicsi állatkertből már Vemhessen érkezett Topolyára, mivel kislány, így terápiás lámát szeretnének belőle nevelni. A lámák ugyanúgy, mint a vadaspark többi állata, oktatási célból kerültek ide, méghozzá azért, hogy szemlélt módon be tudjuk mutatni a biológiai sokféleséget. Tudni kell, ugye, hogy a láma különmét tekintve egy kérődző állatra hasonlít, de például a szaporodását tekintve legközelebb a lovakhoz áll, és ez lovak és a macskáknak a keveréke. És ez a gyerekeknek nagyon érdekes, mert szülészetből tanuljuk külön a lovakat, külön a macskákat, de a való életben van egy állat, ami mind a kettőnek a reproduktív paramétereit mutatja. Az érdeklődők hétköznaponként 10 és 17 óra között ingyenesen meglátogathatják a Topolyai Mezőgazdasági Iskola tangazdaságának vadasparkját, ahol a lámákon kívül számos más érdekes állat is megtalálható, mint dámvad, olasz törpekecske, páva, erdei fényrécék, papagájok és sok egyéb.
A Historizmus a Bácskában című tanulmánykötetet mutatták be a Szabadkai Városi Múzeumban. A Bajai Tűr István Múzeum a Szabadkai Városi Múzeummal karöltve egy olyan határon átnyúló projektet indított el, amelynek célja a historizmus stílus korszak feltárása volt Szabadka, illetve Baja vonatkozásában. A két évvel ezelőtt beindult projektmunka az előző szakmai együttműködésükre épült, amely a barokk korszak sajátosságait kutatta. A tanulmánykötetet kívül a közönség Szabadkán a két éves kutatás és restaurálás eredményeit tekintheti meg kiállítás formájában 2023 végéig. A kötet bemutató az Európai Örökség Napok eseménysorozat záró rendezvénye volt. És szeretnénk ezzel az együttműködéssel, a két múzeum és a két múzeumban dolgozó szakemberek együttműködésével minden korszakot lehetőség szerint feltárni, egy hosszú kutatóprogram keretében megvizsgálni a szabadkai, illetve a bajai művészeti örökséget, kulturális örökséget, és ennek a kutatásnak az eredményeképpen nem csak konferenciákon, kiadványokban, kiállításokban is megjelennek majd az eredmények, amelyeket az itt élő emberek, a múzeumot látogatók, a gyerekek, felnőttek, érdeklődő közönség egy-egy kiállításban megtekinthet. Az ISZKON együttes koncertezik szeptember 17-én a Szabadkai Zsinagógában. A helyi zenekart tavaly láthatta utoljára a közönség a Palicson megtartott koncertjükön, amelyen a 20 éves évfordulójukat ünnepelték. A jövő szombati hangversenyen a negyedik lemezüket mutatják be. A koncerten több vendég együttes is szerepel, mint a Szabadkai Svejti Román Melód kórus és az Etnokór együttes. Grupa ISZKON 2004. godine na prvom izdanju Etnofesta, koji je vama dobro poznato ovdje, domaći festival, nastupala kao prvo izdanje tog festivala. Nastupali smo u tadašnjoj sinagogi Subotičkoj. Od tada do danas je prošlo dosta godina. Subotička sinagoga je dobila novi izgled, novi sjaj. I izuzetno nam je drago da nam je Fondacija Subotičke sinagoge otvorila vrata, poželjela dobrodošlicu ne samo članovima grupe ISKON, već i našoj publici. Változékony időjárás várható a hétvégén, napsütés és záporok, zivatarok váltogatják majd egymást. A szél csak a zivatarok környezetében támadhat fel. Pénteken napközben még akár 29 fokra is melegedhet a levegő, azonban szombaton az élénk erős északnyugati szélnek köszönhetően a maximum 26 fok környékén tetőzik. Vasárnap folytatódik a változékony idő, a napsütést időnként felhők zavarhatják, elszórtan futó zápor, zivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul. A címvédő magyar férfi vízilabda válogatott 10-8-ra legyőzte a világbajnok spanyol csapatot a Splitben zajló 35. Európa-bajnokság elődöntőjében, és így bejutott a döntőbe. A júliusban kinevezett Varga Zsolt szövetségi kapitány alaposan megfiatalított együttese, bár eleinte két gólos hátrányban volt, 4-4-nél utolérte ellenfelét, majd 7-7 után ellépett tőle, és onnan már nem engedte ki a kezéből a sikert. A szerb válogatott egyébként a 9. helyen végzett a kontinens viadalon. A Novi Sad női asztali teniszklub bejutott a legjobb 12 csapat közé a bajnokok ligájában. Az újvidéki együttes ezzel az eredménnyel klub történelmet írt, eddigi legnagyobb sikerüket érték el. A jövő szombati sorsoláson derül ki, hogy kik lesznek az újvidéki lányok következő ellenfelei. A Novi Sad női csapata az első kör minitornájának volt a házigazdája, amelyen előbb a spanyol Reust győzték le hibátlan eredménnyel, majd pedig az osztrák Villach ellen játszottak a továbbjutásért. Ezt az összecsapást végül 3-2 arányban nyerték meg. A döntőpontot Maxuti Anetta szerezte a horvát Ina Jezbec ellen. Tegnapi 3-0 után gondoltuk, hogy ez majd nehezebb lesz. Ismerjük is nagyjából egymást az ellenféllel. Az első meccset sajnálom, hogy kikaptam. Szeretek védő ellen játszani, de sajnos ez így alakult, de örülök, hogy a végén 2-2-n is sikerült nyernem. Csapat jó volt, közönség, Zanna Mária nagyon jól játszott ma, Tityó is mindent beleadott, úgyhogy a lényeg az, hogy tovább jutottunk és folytatjuk a bajnokok ligáját. Az újvidékiek másik két pontját a csókai születésű erdélyi Anna Mária szerezte. Az osztrák csapatban a horvát származású Ivana Malobabic és a topolyai születésű fenyvesi Anna Zsófia volt eredményes.
kevésen múlott, ami engem illet és az egyéni teljesítményemet, én teljesen büszke vagyok és elégedett a magam játékával, főleg, hogy ez egy BL meccs mégiscsak, és itt főállású a történetek ellen játszottam, én pedig ugye nem főállásban üzöm immár ugye ezt a sportot, úgyhogy nagyon örülök, hogy sikerült nyernem még így is. Úgyhogy az azt jelenti, hogy kevés, de mégis minőségi munkát végzek, és a tapasztalat az én oldalamon állt. A Naviszár csapata így bejutott a legjobb 12-be, ahol újabb 4 csoportot sorsolnak szeptember 17-én. Mindegyik csoportban 3 csapat mérkőzik meg egymással a továbbjutásért. A híradó végén nézzük, melyek voltak kiemelt témáink. Elhunyt II. Erzsébet angol királynő. Kisboldogasszony, azaz Szűz Mária születésének ünnepe van, ma tartották a doroszlói búcsút. Első szerbiai látogatására érkezik holnap Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke. A következő fürdőidény kezdetéig befejeződhet a Palicsi Wellness központ kiépítése. Láma bébi született a Topolyai Mezőgazdasági Iskola és Diákotthon tangazdaságán. Köszönjük figyelmüket! Itt a Pannon Televízióban hamarosan a doroszlói Szent Kúti búcsún készült felvételünket láthatják. Legyen szép estéjük! Viszontlátásra!